tárolást is tudjuk automatizálni, akár egy, előre egy héttel tartalmi naptár alapján be tudjuk állítani, mikor milyen poszt menjen ki. Hogyan takaríthat meg időt és növelheti hatékonyságát egy vállalkozás? Többek között erről adott információt a megjelenteknek Válóczi Károly, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi üzleti találkozóján. Ma az online marketing automatizációkról, folyamatokról fogunk beszélgetni egy interaktív előadás keretén belül vállalkozókkal, vállalkozó társaimmal. Hogy hogyan takarítsunk meg időt, milyen eszközökkel, folyamatokkal tudunk hatékonyabbak lenni a vállalkozásunkban, akár és költséghatékonyak is például. Nagyon egyszerű az egyik ilyen eszköz, hogy hogyan szerezzünk ügyfeleket, vásárlókat, milyen folyamatokon keresztül fogjuk végigvinni őket, hogy az érdeklődőkből vásárlókká váljanak. Mindenképpen meg kell tervezni a folyamatot, és a tervezés után össze is kell állítani egy megfelelő eszközökkel. Nagyon-nagyon sok eszköz érhető el már a piacon, amikkel össze lehet rakni ilyen online marketing folyamatokat. A folyamatok mindig egyénre szabottak, úgymond a vállalkozásra szabottaknak kell lenniük, mik az igények, azokhoz kell igazítani ezeket a folyamatokat, tervezni és kivitelezni. A rendezvénynek a szokásokhoz hűen most is két része volt, az előadás után az üzletemberek kötetlenül beszélgethettek, tanácskozhattak egymással. Az ismerkedésé lesz a főszerep, új üzleti kapcsolatokat lehet kialakítani egy kávé, egy szendvics mellett. Az online jelenlét egy újabb hely, terület, ahol megjelenhetnek a Tolna megyei, vármegyei vállalkozók. Beszűkült, én azt gondolom, a tér, és az online tér egy újabb terület lehet, amely megnyílhat előttük. Itt is fontos, hogy profikká váljanak a vállalkozások.